Schmidtné Keserű Erzsébet megnyitó beszédében köszönetet mondott a jelenlévőknek és támogatóknak. Ezután a gyertyafény keringő hangjaira táncoló közönség megnyitotta a bált. A bál az évek alatt kinőtte a művelődési házat, így pár éve már a sportcsarnok ad otthont a rendezvénynek, amelyet napokkal előtte szülők, nagyszülők és óvónők alakítanak át bálteremmé. A jubileumi rendezvényre idén több százan voltak kíváncsiak, rengeteg régi és új vendéggel találkozhattak a szervezők. Én a kolléganőmmel mind a 10 bálon részt vettünk, a szülők szervezeti közösségének a vezetője voltam 9 évig. Hát a mi feladatunk az, hogy összefogjuk a szülők munkáját az óvodába, és hát ez természetesen a bálhoz is kapcsolódik, mert itt nagy igény van arra, hogy az óvónők munkáját segítsük, nagyon sok munkát igényel ennek a bálnak az előkészítése, és mondhatom azt, hogy nagy örömmel vesznek ezen részt a szülők. Sokkal nagyobb érdeklődés van iránta, mint akár egy szilveszteri bál iránt is. Sőt, kérik és követelik is, hogy legyen ez a bál. Fiú! Oh. Én... Kukó! Vett a szájtam! Oh, oda nézd, tesó! Jaj, hát ez nem is kakukkfű! Hát ez egy lilió! Éjfélkor tombola várta a bálozókat meglepetésekkel. Az utóbbi időben a környező településekről is érkeztek vendégek a jótékonysági bára, ahol idén is hajnalig mulatozhattak a Joker együttes zenei repertoárjára. A bevétel a vártnál jóval magasabb lett, így a szervezők idén is elégedettek lehetnek és lélekben már készülhetnek a jövő évi bárra.